Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! August 26-án a Szegedi Tudományegyetem került sor a Csongrád Mihály Komplex egészségfejlesztési programjának nyitó rendezvényére Egy lépés az egészségünkért címmel. Az ünnepségen B. Nagy László, Kakas Béla, dr. Juhász Tünde, dr. Bosnyákevics Tünde, Gyarmati Zoltán, illetve Gyurisnép Pető Zsuzsanna mondott köszöntőt, ismertette a programokat. Most következő felvételinkben ezt a rendezvényt tekinthetik meg. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Az Egy lépés az egészségünkért Csongrád Komplex Egészségfejlesztési Program című pályázat nyitó rendezvényén. Külön köszöntöm Csongrád megye önkormányzatának nevében B. Nagy Lászlót, Csongrád megye fejlesztési biztosát. Kakas Bélát, Csongrád megye közgyűlés elnökét. Dr. Juhász Tündét, a Csongrád megyei kormányhivatal kormány megbízottját. Dr. Bosnyákovics Tündét, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály főosztályvezetőjét, megyei közti főorvos. Gyarmati Zoltán, a Csongrád megyei fejlesztésért non-profit Kft. Ügyvezetőjét, a projektmenedzserét. Valamint Gyurisné Pető Zsuzsannát, a Csongrád megyei egészségügyi ellátó központ különböző vásárhelyeket, egészséges vásárhely program igazgatóját, a program szakmai vezetőjét. Továbbá köszöntöm az önkormányzat képviselőjét, a projekt menedzsmentjét, a konzorcium tagok képviselőjét. Üdvözlöm a projektben résztvevő települések polgármesterét és a sajtó megjelent képviselőjét. És nem utolsó sorban köszöntöm minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat. Tisztelettel felkérem B. Nagy László urat, Csongrád megye fejlesztési biztosát, nyissa meg a rendezvényt. Hölgyeim és uraim! Nem sorolom végig a titulusokat, mert akkor hosszú lenne az előadásom. Előzetesen csak annyit mondanék, hogy nem is gondoltam, hogy még mai napig működnek azok a reflexek, hogyha az ember beül egy mondóterembe, az iskolába, akkor mindig a hátsó sorok termek meg. Először azt hiszem, hogy ez csak a négy évben mondani van, de úgy tűnik, hogy ez genetikailag azért is az emberekbe, de köszönöm szépen, hogy előrébb ültek. Hát én nagy örömmel olvastam ezt a meghívót, amit olvasni is kell, Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja nyitó rendezvényére, amely területi emberi erőforrásfejlesztési komplex programok támogatása felhíváson lett nyertes. A kormánynak egyébként egyik legfontosabb területe a hosszú távú programjának van az egészségügyi rendszerünk, illetve az egészségügyi szolgáltatásnak a fejlesztése, átalakítása. 2015-ben megfogalmazott egészségügyi stratégiához kiemelt helyen szerepel a megelőzés. Bizonyára a sajtóból, polgármunkból, különböző helyzetben már mindenki hallotta, hogy erre igenis nagy hangsúlyt kellene fektetni a közeljövőbe, mint a kellett volna a múltban is. Az elmúlt években jelentős egészségpolitikai lépések történtek, mind az elsődleges prevenciós intézkedések terén, például mondani, hogy például a dohányzással kapcsolatos törvénymódosítások, a dohányzás szűkítése, tilalma és ezzel kapcsolatos törvények, a nagyon fontos a bénnyakrák, hölgyekről megelőzésére szolgáló HPV oltás a fiatal lányok körébe, valamint biztos mindannyian hallottak róla, hogy a közellátásban a gyerekek intézkedésbe szigorú szabályok léptek életbe azzal kapcsolatban, hogy milyen beltartalmi mutatói kell, hogy legyenek egy egészséges táplálkozásnak. Ezen elsődleges prevenciós intézkedések mellett nyilván akkor vannak másodlagos prevenciós
intézkedések is, amelyek egyébként szűrőprogramokat jelentenek. Például mondanék a barátos betegségeknek a korai felismerése, szűrőprogram megszervezése. Egyébként ezen kormányprogramok összességében ezeket a pályázatban szereplő célok elérésébe testesül meg az a gazdaságpolitika, egészségpolitika, ami egyébként követendő az elmúlt időszakban, és hát Csongrád megye hosszú távú fejlődésének, egészséges népességének megtartása érdekében ez egy nagyon fontos lépés, és egy nagyon fontos állomáshoz értünk ezzel kapcsolatban. Engedjék meg egy rövid kitérőt azzal kapcsolatban, hogy az OECD, azaz a gazdasági együttműködés és fejlesztési nemzetközi szervezet minden évben vizsgálja a tagállamoknak a különböző állami működésével, közigazgatással kapcsolatos működését, ezeket összehasonlításukban közé is teszi. Két évente van ez a vizsgálat, 13-ban a közigazgatás működését elemezte az OECD, az idén pedig az államháztartási folyamatok mellett a oktatási és egészségügy trendjét vizsgálta Magyarországon és nyilván a többi OECD országokban. Én néhány dolgot kiemelnék ebből, mert ez elfoglaltam más szemmel külföldről vizsgálnak bennünket, az a bűnőben egy olyan jelentőség, amit egy érdemes megnézni, majd érdemes lesz mindenkinek, aki egyébként az egészségügyben dolgozik ezeket a jelentéseket elolvasni, sok érdekesség van benne. Nagyon hosszú egyébként a jelentés, egy néhány dolgot kiemelnék benne. Egyik nagyon fontos, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon a várható élettartam 3,3 évvel nőtt, de ez nem jelenti azt, hogy azt a különbséget, amit egyébként a keletkezők európai országokkal összehasonlítva, vagy nyugat-európai országokkal összehasonlítva is mi elég rossz helyen vagyunk. Még ennek a növekedésnek a köszönhetője is. Ugye a Magyarországon is jellemző az a összefüggés, ami a világ, hogy az egészségügyre fordított összegek, és egyébként a látható élettartam az korrelációban van, viszonylag szoros korrelációban van egymással. És hát ez a korreláció alapján a Magyarországon az egészségügyre költött források következtében egy kis korreláció törő módon magasabb életkor lenne jósolható. Egyébként hát ennek az összetevőjét nyilván majd a hozzáértők fogják is vizsgálni. Még néhány három példát mondok ezzel a jelentéssel kapcsolatban, ami pozitív, az a csecsemő aláhagyási arányszám mindkét esetében folyamatosan javul, és hát ugye a magyar életesség az infarktus, a heveny infarktus ellátásban a fejlett országok adatait közelítjük. Országunkban példaértékűen alakult ki egy olyan heveny koszorúvér szindrómára specializált progresszív ellátási rendszer, amelynek köszönhetően a szívinfarktusban elhunytak száma az elmúlt 10 évben felére csökkent. A prevenció, a harmadik az pedig, mint példa, a prevenció előtérben helyezésével a mammográfiás vizsgálatok számának kedvező alakulásában is látható, hogy csökkenne a hölgyeknek az emberi daganatok miatti halálozása. Egyébként Közép-Európában viszonylag nem állunk rosszul, bennünket Közép-Európában cseheként előznek meg ebben a szempontból. Visszatérve a kormányzásra, a kormány 2020-ig terjedő időszakban 15 milliárd forintot fordít egészségügyi prevenciós operatív programok megvalósítására. Nyilván a kormányzati célkitűzés az, hogy Magyarországon jobb egészségügyi állapot, minél kevesebben halnak, fölöslegesen, minél egészségesebben élnek az emberek, és hát ezt ugye nem csak a gyógyszer ráfordítása, a klinikai fejlesztések, hanem a prevencióval is meg lehet előzni, és javítani a népegészségügyi helyzetet. 2015-ben egyébként 4,6 milliárd forintot fordít a kormány ezekre a programokra. Ugyan, ha mindenki tudja, főleg itt a Dél-Magyarországon élők és kisebb településen, vagy a járásokban élő emberek, hogy elég nagy a területi
eltérés az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Ezért aztán a kormányzatnak van egy olyan célkitűzése, hogy eltéríti az átlagtól a támogatásokat. Az alapellátás fejlesztések esetében a legrosszabb, legrosszabb helyzetű kistérségek 50%-ával fog irányulni a fejlesztési forrásoknak a 79,2%-a. Ettől nem sokkal marad el egyébként a járóbeteg szakellátás fejlesztésére szánt 74,4%-os forrás arány, és hát ugye nyilván a nagyvárosok és fejlettebb egészségügyi régiókkal kapcsolatban a fekvőbeteg ellátásban az arány nem ilyen nagy lesz, ott csak 56,5% és eltérítés lesz a fejlesztési forrásokban, ha nem annyira fejlett térségekben, ami úgy gondolom, hogy kell, hogy pozitívan érje Csongrád megyét ilyen szempontból, hogy elmondjuk, hogy mondjuk Szeged és Vásárhely kivételében a nagyvárosai kivételében nem vagyunk teljesen jó helyzetben, főleg egészségügyi prevenció oldalából. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény alkalmas lesz arra, hogy ez egy nyitó rendezvény lesz, és kedvet fognak kapni a szereplők, a megyei önkormányzat illetékesei, a szakmai területek felelősei, azt, hogy ez csak egy kezdet legyen, és hát ezután mindenféle lehetőséget mérjenek fel, vállalják a pályázat nehézségeit, és egyre több forrást hozzanak ide Csongrád megyébe. Ebben a küzdelmünkben én, mint megyei fejlesztési biztos, hogy fogom önöket a szereplőket támogatni. Nagyon köszönöm, hogy viszonylag a egészségügyi tőlem távolálva a témában, ilyen sokáig kell tartani figyelmet. Azért nagyon fontos, mert a megyének ugye a kötelező feladat,
egyik tetten érhető pillanatban, amikor érdembe teszünk valami egészen más, mint ami a kötelező feladatot. Tudnélik, ugye mi az innovativitás alapja? Az, hogy a folyamat végén termék legyen. Ennek az innovatív gondolkodásnak itt van a terméke, egy ilyen projekt, ami el fog érni közel 500 emberhez. Tehát a megye bizonyítja azt az ígéretét, és szeretné beváltani azt az ígéretét, hogy rugalmasan, innovatív módon és új feladatokat is fölvállalva próbálja megteremteni újra a helyét abban a középszintű közigazgatási rendszerben, ami egyébként a megyében már évezetek óta a feladat. Mindig új feladatokkal, és ne azon rágódjunk, hogy milyen jó volt 3 évvel ezelőtt, amikor ekkora közösséget évvel ennyi intézményünk köthetünk, hanem találjuk fel az értelmét ezeknek a mostani, a mai napi kihívásainak, amik vannak viszont, hiszen tudjuk azt, hogy össze már indulnak a DTT-k, ez a szakfejletés, egyébként nem szeretem rövidítéseket mondani, de a kormány mindenkinek, hogy miről beszélünk, internet programok felhívásai, magyarul a pályázatok önkormányzatoknak, párhuzamosan, hogy a gépokban indulnak egyébként a vállalkozások, a gazdasági szférának, ebbe is szeretnénk részt venni, hiszen ennek a menedzselése, koordinálása, ami egyik legfontosabb feladatunk lesz. Tehát úgy kezdtük, hogy a Csongrád megye fejlesztésért non-profit tájfél. Hódmezővásárhelyi többszínű kistérségi társulás, Kisteleki térségi egészségügyi központ, non-profit Kft., Móra Vitál térségi egészségmegőrző és szociális non-profit közhasznú Kft., Szegedi Tudományegyetem, valamint nem konzorciumi tagként, de ide sorolva az Európai Unió, Magyarország kormányát, aki szintén támogatja ezt a projektet. És ahogy mondtam, 298 millió forint. Mi tetszett ebben a témában azon kívül, hogy azt mondtam, hogy épített környezet, fejlesztések a mi témánk, ugye visszatérve arra, hogy az ember. Tehát az ember központú tervezésben oda kell venni. Én fölvenném a kötelező feladatot a megyénél az egészségügyre kapcsolatos és az egészség megőrzésre kapcsolatos feladatokat. Nekem a szakma által megfogalmazott jelszavak között legjobban tetszett az egészségtudatos gondolkodás, amit ugye a WHO is komplex módon próbál értelmezni, ami nem csak a fizikai, hanem a mentális, nem csak az egyén, hanem a társadalmi szintű egészség megőrzés szerepel. Ebben a családokkal kapcsolatban általános helyzetű településekkel kapcsolatban, tanyánélőkkel kapcsolatban, a közmunkaprogramban részvevő közfoglalkoztatottaknak speciális problémájának kezelése. Ez mind belekerült az anyagba. A szakma ezt el fogja mondani részletesen, és ha néztük a konzorciumi partnereket, mindenki a saját szakmai területén hatalmasat alkot, fog alkotni, és ezt, hogyha megfelelő társadalmasítással kivisszük a köztudatba, hogy teszünk a itt élő emberekért hatékonyan és célra vezetően és értelmesen ilyen szintű dolgot, akkor arról tudjon mindenki, meg is beszélve szerintem a hála pedig az, hogyha látjuk azt, hogy igen, megtanulnak az emberek egészségtudatosan gondolkodni, az egészség érték fogalmát megértik, óriási dolog egyébként, gondoljuk el, hogy milyen fülgén át tudunk szaladni a halagát kellhelyen, amikor villogat a lámpa, és mennyire nem, hogyha itt nem ott látnak meg. Tehát az egészség, óriási és nagyon-nagyon fontos szempont, amilyen ha tudunk tenni, akkor tegyük. Én azt kívánom, hogy a konzorcium partnerek hatékonysághoz és erejéket nem kivélnek az eddig, tapasztalt módon álljanak a projekt mögé, és ha amikor már az eredményt kell beszámolni, akkor ennél vagy egy korábbi eredményben a közönséget teljesen viszont. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen! Tisztelt előtérben tartózkodó országgyűlési képviselő úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr, kedves érdeklődők! Örvendetes esemény apropóján vagyunk itt együtt, egy olyan átfogó program indul el Csongrád megyében, amely alkalmas arra, hogy számottevő eredményt érjünk el megyénkben az egészségtudatos magatartás népszerűsítése terén. Bár annak már biztató jelek, amelyek arra utalnak, terjed az önmagunkkal szembeni felelősségteljesebb gondolkodás,
de még mindig késni látszik az az átfogó szemléletváltás, amelynek köszönhetően jelentősen javulhat a magyar lakosság egészségügyi helyzete. Az eredmények már kimutathatóak. A Központi Statisztikai Hivatal részletes halálozásokat és halálokokat vizsgáló 2014-es kiadványából kiderül, hogy hazánkban emelkedik a születéskor várható élettartam. Beszédes adat, hogy egy 2012-ben Magyarországon született gyermek 3,7 évvel remélhet hosszabb életet, mint 2000-ben született társa. Magyarország történetében még soha nem volt ilyen magas, 75 év a születéskor várható élettartam. A kedvezően alakuló mutatók ellenére igaz sajnos az a tény is, hogy a betegségek gyakori előfordulása és a kimagasló halandóság miatt a magyarok még így is a rosszabb minőségű és rövidebb életre számíthatnak, nem csak a korábbi uniós országok, hanem a velünk együtt csatlakozó visegrádi országok viszonylatában is. Ezek a tendenciák közös gondolkodásra késztetik a népegészségű területén munkálkodókat és a döntésre a jogalkotókat. De mindenképpen fontos tisztázni, mihez képest jó vagy rossz a helyzet, milyen irányban célszerű erőfeszítéseket tenni, hogy elébe menjünk egy kedvező fordulatnak. A gazdasági és az egészségügyi állapotra vonatkozó mutatók közötti összefüggések vizsgálata azt igazolja, hogy a magyar lakosság egészségi állapota nem éri el azt a szintet, ami az ország gazdasági társadalmi helyzet alapján elvárható lenne. Azt gondolom, ez az a szempont, ami megalapozza a döntéshozók szándékát, és a jelenlegi programban együttműködő konzorciumi partnerek közös gondolkodását is. Az adott gazdasági társadalmi helyzet ismeretében kell minél többet megtennünk azért, hogy ami javulás elvárható, az történjen is meg. Hiszen nemzetközi példák sora bizonyítja, hogy a társadalom valamennyi területére kiterjedő, az egészségügy vezetésével végrehajtott átfogó programokkal jelentősen javítható a lakosság egészsége. Örömmel jelentem, hogy ez a folyamat elindult. Kormányzati prioritás egy fenntartható, jól működő egészségügyi intézményrendszer kialakítása. Ezért készült el nemrégiben az alapellátásról szóló törvény, amelyet a parlament ezért július 16-án el is fogadott, és amely kimondja, hogy a népegészségügyi szemlélet erősítése érdekében a települési önkormányzatoknak az egészségfejlesztési irodák bevonásával gondoskodniuk kell a települési egészségterv kidolgozásáról és megvalósításáról. A hazai egészségügyi intézmények infrastruktúráját az elmúlt években az uniós forrásoknak köszönhetően jelentősen javult. 2007 és 2013 között 500 milliárd forintot sikerült a fejlesztésre fordítani, ez az összeg több mint a duplája annak, amit erre a célra az azt megelőző 20 év alatt költöttek. A 2015-ben megfogalmazott egészségügyi stratégiában kiemelt helyen szerepel a megelőzés és a szűrés. Ilyen jelentős egészségpolitikai lépés és egyben az elsődleges prevenciót szolgáló döntés volt a dohányzás ellenes jogszabályok elfogadása, a csíkszarló bevezetése, a méhnyakrák megelőzésére szolgáló HPV-oltás bevezetése a fiatal lányok esetében, valamint az egészséges táplálkozás segítő középkeztetési szabályok. A másodlagos prevenciós elemek közé tartoznak szűrőprogramok, amelyek konkrét, elsősorban daganatos megbetegedések korai felismerését szolgálják. Tavaly méhnyakrák szűrésben az országban 45 ezer, 25 és 65 év közötti nő vett részt, és az egészségügyi személyzet, azaz a védőnők képzése révén már az 5000 lakosnál kisebb lélekszámú településeken is el tudják végezni ezt a szűrővizsgálatot. Az egészségügyért felelős államtitkárság szándéka az, hogy emelkedjen az emlődaganatok szűrése is a 45 és 65 év közötti nők körében. Az a cél, hogy a jelenlegi 50%-os átszűrtségi rátát 60%-ra emeljük, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nők a jelenleginél nagyobb számban éljenek az ingyenes vizsgálat lehetőségében. És egy új szűrővizsgálat is bevezetés előtti stádiumban áll, örvendetes, hogy megyénk azon 4 megyék között van, ahol útjára indul a vastagbélrák szűrési program. Ez is egy Európai Uniós projektből finanszírozott, ennek tapasztalatai
felhasználva 2018 végére tervezi a kormányzat az egész országra kiterjedő szűrővizsgálat megszervezését. Az eredményes népegészségügyi tevékenységhez azonban nem elegendő a kormányzati akarat, mindig szükség van a helyi szakemberek elkötelezettségére is, hogy sikerre lehessen vinni a szemléletformálás ügyét. A lakosság egészére hatással lenni, ugyanis csak úgy lehet, ha az ellátórendszer, szakmai szervezetek, az önkormányzatok, a hatóság és a civil szervezetek egyaránt segítik az egészségtudatosság terjesztését. Öröm a számomra, hogy ebben a programban az egyébként népegészségügyi feladatokat hivatalból végző főosztályunk is részt vesz a megye 7 járására kiterjedően. Hiszem, hogy munkatársaink erőfeszítése, amelyen az év minden napján hirdetik az önmagunk testi és lelki egészségével kapcsolatos felelősségteljes gondolkodást, a következő 3 hónapban a programban résztvevő segítségével fel fog erősödni. Úgy gondolom, minden olyan programot, amely ilyen összefogást teremt, és egy cél érdekében tesz konkrét lépéseket, csak üdvözölni lehet. Biztos vagyok abban, hogy minden olyan forint, ami az egészséges életmódot, a mozgás népszerűsíti, vagy a betegségek megelőzésének bármilyen módját szolgálja, sokszorosan megtérül. Jó munkát kívánok minden résztvevőnek, bízom abban, hogy a Csongrád megye minden településén megvalósuló egészségprogramok és szűrővizsgálatok segítenek megérteni és elfogadtatni az itt élőkkel, hogy a hosszabb és jobb minőségű élethez a helytelen életmód tartós megváltoztatása a kulcs. Ezt a viselkedésváltozást azonban nem adják receptre. Azt nekünk, magunknak kell elhatározni, hiszen ahogy Shakespeare is fogalmaz, testünk a kert, akaratunk a kertész. Köszönöm a figyelmet! Most pedig felkérem dr. Bosnákovics Judit, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály főszervezetőjét, megyei tiszti főorvost ismertesse a projekt alapjául szolgáló népegészségügyi mutatókat. Tisztelt vendégeink, tisztelt meghívottak! Először is meg szeretném köszönni a meghívást, hogy mai napon őket tudom arról tájékoztatni. Egyrészt, hogy milyen alapadatok vannak, ami ennek az egésznek, projektnek a létjogosultságát adják. Másrészt az a kérdés érkezett irányunkban, hogy mutassuk meg a főosztályoknak a munkáját. Egyáltalán az egészségfejlesztésnek az intézményrendszer az hogyan néz ki Magyarországon. Tehát 2015 április 1-én óta a régebbi ANT, ez most már népegészségügyi főosztályként működik, de egy kicsit tágabb összefüggéseiben, ha megnézzük, legtöbben már felesen gondolunk abban, hogy Magyarországon még milyen olyan ellátásokat kapunk be, ami számunkra természetesek, azonban tőlük keletebbre vagy akár nyugatabbra érünk sem részesülnek ilyen szintű ellátásban. Vegyük alapvetően ugye az oltási rendszerünket. Ez azt jelenti, hogy a gyermekkor, illetve már felnőttkorra is kiterjedő oltási rendszerünkben a gyerekeknek 99,9%-os átoltottságát biztosítjuk. Ezt a mai napi események, akár a menekültáradat kapcsán tanuljuk meg értékelni azt a védelmet, amelyet ilyen módon kapunk. Ott van a védőnői hálózatunk, ami azt mondhatom, hogy Európában is egy egyedülálló hálózat. Ez biztosítja azt, hogy a legkisebb településekre is eljutnak a védőnök, biztosítják azt az alapvető védelmet, prevenciós tevékenységet, amelyet ők végeznek. Akkor beszélhetünk például a nagyobb fertőző megbetegedésre, például az influenza járványok esetében a védőoltási kampányainkról. Tehát ezek azok a feladatok, amik tulajdonképpen szorosan a főosztályunkhoz kapcsolódnak. Napi szinten rutinszerűen végezzük az oltóanyagoknak a biztosítását, a járásoknak, a járásokon keresztül a háziorvosoknak, egészségügyi intézményeknek. Sokan nem tudják azt, hogy gyakorlatilag a hét minden napján 24 órában egy ügyeleti szolgálatot. Ez egy európai, illetve egy országos gyors riasztási rendszernek a része. Ez azt jelenti, hogy bármilyen közegészségügyi, járványügyi esemény kapcsán meghatározott szigorú rendnek megfelelően azonnal reagálunk, és azonnal jelen tudunk lenni bizonyos eseményeknél. Fontos feladatunk a lakosság folyamatos tájékoztatása.
heti szinten számtalan sajtó megkeresés érkezik, akár a pollen helyzettel, akár hullancs helyzettel kapcsolatban, fürdők tisztaságával kapcsolatban. Tehát van egy gyakorlatban egy folyamatos tájékoztatási, egészségfejlesztési tevékenységünk. Konkrétan a főosztályon három fő van az, három fő olyan munkatársunk van, aki folyamatosan jár munkahelyekre, általános iskolába, középiskolába előadásokat tartani. Ez éves szinten mintegy 300 előadás megtartását jelenti, és nagyjából 60 olyan egészségfejlesztéshez kapcsolódó rendezvény van, amelyiken jelen vagyunk. Tehát én röviden ennyit szerettem volna a korszájban mondani, és most tényleg nagyon röviden tekintsük át azokat a morbiditási, mortalitási mutatókat, ami egyébként az országos tendenciától nem eltérő, de ami ennek az egész projektnek tervezését segíti, illetve a projekt fő tevékenységeknek az alapjához szolgál. Tehát mi adja az egésznek a jogszabályi hátterét, a 91. évi 11-es törvény határozza meg a népegészségügyi főosztálynak az egészségügyi igazgatási feladatait. Ennek az egészségügyi igazgatási és beszámolási feladataink közé tartozik, hogy minden évben egy részletes elemzést kell készítenünk, amelyet idén szerint prezentálunk önkormányzatoknak, megyei önkormányzatoknak, illetve én felajánlom, hogy amennyiben idén van rá, nagyon szívesen elküldjük rendszeresen minden évben ezt az elemzést. A főosztályon rendelkezésünkre áll egy úgynevezett HAMIR nevű adatbázis, ami a halálozási megbetegedési adatoknak az információs rendszere. Ez az előadás is ebből készült, illetve ebből készítjük el minden évben ezt az elemzést. Most Csongrád megyének a speciális adatait fogom bemutatni. Látható, hogy az összes halálozások közül közel 50%-át a keringési rendszer megbetegedései adják. Tehát úgy gondolom, hogy a prevenciós irány az alapvetően és egyértelműen meghatározott. A második fő halálozási ok az a daganatos megbetegedések, ez 26%-ot tesz ki, és az összes többi halálozási ok nem éri el a 6% arányt. Tehát azt gondolom, hogy egy egészségfejlesztési programnak alapvetően ebbe a két irányba kell elindulnia, tehát a keringési megbetegedések kiváltó okaira a felszámolását. Gondolok itt a túlsúlyra, a mozgásszegély életmódra, a helytelen táplálkozásra, gyakorlatilag a vérnyomásmérés, a folyamatos monitorizálásnak a hiányára. A másik pedig ugye egyértelműen adja magát az, hogy a daganatos megbetegedések milyen magas arányban szerepelnek. Most készül a főosztályunkon egyébként egy olyan tanulmány, ahol ezeket az adatokat megpróbáljuk pontosítani. Tehát egy prevenciós térképet készítünk, ami úgy fog kinézni, hogy nem csak az lesz, hogy keringési megbetegedések, hanem járásokra lefordítva például valamelyik járásban az infarktus a vezető haláló, hogy gyakorlatilag így célpontva meg fogjuk határozni, hogy milyen prevenciós lépéseket kell tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy az a munka, ami most itt elkezdődik ennek a pályázatnak a segítségével, ez nem szabad, hogy megálljon, hanem a továbbiakban a most jelenlévő szereplők és a konzorcium partnerek bevonásával ezt folyamatosan végezni kell. Tehát álláspontom szerint ez egy kezdeti lépés, egy nagyon jó lépés, de utána mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az elért eredményeket tartsuk, illetve további lépéseket tegyünk. Kiemelném még azt, hogy viszonylag nagy arányal szerepel a morbiditás és a mortalitás külső okai elnevezést kapott csoport. Ez a későbbiekben látható, ez tulajdonképpen a balesetes halálozás, a baleseti halálozásokat jelenti. Látható, hogy még a 40 év fölöttieknél az első kettő halálok a legjelentősebb, 40 év alatt már igen jelentős szerepet tölt be a baleseti halálozás, tehát úgy gondolom, hogy egy egészségfejlesztési programnak ezzel a korcsoportra is feltétlenül foglalkoznia kell. Amit idáig elmondtam, ez látható földdiagram formájában történtetve. Tudjelevőre, amit az előbb már említettem, hogy gyakorlatilag a halálozások szömét ugye a 60 év, illetve az
fölötti korosztály adja, tehát tulajdonképpen, ha éves bontás van, a nullától halálig, illetve a 60 év fölötti korosztálynak a halálozási struktúrája jelentősen nem tér el egymástól. Mint az előbb említettem, hogy viszont a 40 év alatti korosztálynál feltétlenül foglalkoznunk kell a balesetekből, a közlekedési, munkahelyi balesetekből eredő halálozással is. Hogy állunk megyei szinten? Ha ezt az ábrát tekintjük, akkor azt mondjuk, hogy jó. Ez a SHH jelzés, ez azt jelenti, hogy standardizált halálozási viszonyszám. Hogyha egy, akkor az azt jelenti, hogy annak az adott területnek a halálozása az megfelel az országos átlagnak. A zöldfinek az azt jelenti, hogy egy-egy terület az országos átlagnál jobb, amikor a rózsaszínes virágban hajlik, akkor azt jelenti, hogy rosszabb. Ha csak Csongrád megyét nézzük, akkor durában mulatba kerülhetnénk, hiszen milyen jó mutatóink jobbak, mint az országos átlag. Ezt elmondhatjuk a férfiatosság rossz indulatú daganatainál, és azt is elmondhatjuk, hogy nők esetében az országos átlagnak megfelelő a halálozás. Viszont, hogyha lemegyünk járási szintre, és nem tudom, hogy megfeleltethető, de a Csongrád megyék térképnek ez az ára, a Urál hangulat azon a pillanatban megszűnik. Ez alapján, az ába alapján azt látszik, hogy a férfilakosság esetében Szeged Kúrapalom járása az országos átlagnál sokkal jobb adatokat mutat. Itt ugye el lehet kezdeni, hogy ez az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésnek köszönhető-e, vagy az életmódbeli különbségeknek. Viszont ha megnézzük, gyakorlatilag Kistelek, Szentes, Csongrád és Makói járás az országos átlagnál rosszabb adatokat mutat. Itt kiemelnék ugye Kisteleket és Szentest. Tehát ezt az ábra is alátámasztja azt, amit majd ez a program nagyon jól prezentál, hogy nem elég megyei szinten kezelni az egészségfejlesztési kérdéseket, hanem mindenképpen le kell menni járás szintre és a minél kisebb települések szintig, hiszen ha megnézzük egyébként ezeket a megbetegedési mutatókat, az is látható, hogy a kisebb településeknél, 1000 fő alatti településeknél sokkal rosszabb adatokat találhatunk, mint mondjuk egy nagyvárosban vagy egy közepes településen. Hogyan néz ki, amit az előbb mutattam a nők esetében? Ugye ott, ha Csongrád megyét nézzük, akkor a rossz indulatú tagalatok az országos átlagot hozták, viszont ha járási szintre lebontom, akkor Szeged, Móravalom megyét jobb aránykutat, mint az országos átlag, de Mokó térségében már kifejezetten magasabb a nők rossz indulatú megbetegedésének az aránya, és szintén nem jó Csongrád, Szentes és Hódmezővásárhelynek az adatai. Mokó esetében egyébként a nőknél ezt a magasabb daganatos megbetegedési arányt a merrák okozza, valamint a bőrnek a rossz indulatú daganatai. És ha összevetjük egyébként a merrák szülésen résztvevő arányával, akkor pont Mokó az a térség, ahol nem megfelelő a nők részvétele. Legmagasabb egyébként Hódmezővásárhelyi térségében, tehát bizonyos helyzetekben egyértelmű összefüggés lehet kimutatni a szűrővizsgálatok hatékonysága és egyébként a rossz indulatú megbetegedések halálozása között. Nyilván ez egy felvetés, de amiket most mondok, az egy sokkal mélyebb elemzést igényel, de az alapvető problémákra szeretnék fölhívni a figyelmet. Vannak jó hírek is, ugye elhangoztak országos adatok, amelyek Csongrád megye tekintetében úgy néznek ki, hogy 2013-ban a férfiak várható élettartama 72,64 százalék, tehát majdnem 73 év, a nőknél pedig egyszerűen gyönyörű ez a 79,5 év, tehát gondolom, hogy kérdez a Csongrád megyébe költözni mindenkinek. Ami nagyon fontos, 2013-ban gyakorlatilag a csecsemős haladósági adatunkat, adatait 3,3 terét. És ami elgondolkodható, és látszik, hogy itt még terhelőink vannak, hogy a terhesség megszakítások száma összességében csökken. Viszont az látható, hogy pont a legérzékenyebb veszélyeztetett korosztálynál a 15-19 éves lányok esetében nem tapasztalható, hogy
más, tehát nyilvánvaló, hogy az egészségfejlesztési tevékenységünk során és programok során a bár néha elcsépeltnek tűnik, hogy az internetkorában szexuális felvilágosító előadásokat kell tartani, de látszik, hogy kell tartani, hiszen nem javulnak az abortuszokkal kapcsolatos adatok. Én nagyjából ennyit szerettem volna ilyen felvetését megtenni, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen az ismertetőt. Köszönjük a következő prezentációt. Csendjükben tiszteletet felkérem Gyarmati Zoltán, Csongrádi Fejlesztésért Nagyobb Kft. Ügyvezetőjét, projektmenedzserét, hogy ismertesse a projekt során megvalósuló fejlesztéseket, terveket és a projekt ügyvezetését. Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is minden kedves érdeklődőt, aki úgy érezni szeretné a projektünket majd kicsit jobban megismerni. Nagy megtiszteltetés és egy nagy kihívás a számunkra, hogy ennek a projektnek a menedzser lehetek. A projekt fejlődésével együtt szeretnék majd én is tolni ezt a feladathoz. Remélem, hogy sikerülni fog. Projektmenedzserként nem nagyon szeretnék szakmai dolgokba avatkozni. Erre itt lesz majd kollégám a szakmai vezetőnk. Én inkább a projekt életútjáról szeretnék egy néhány mondatot beszélni, amivel nyitórendezvényről beszélünk, nem túl hosszú, úgyhogy igyekszem majd az időt itt megspórolni. Két gyermekes apukaként milyen más címet választottam volna egy projekt alapállításának, mint hogy az első lépésektől a tényleges elindulásig. Tulajdonképpen ez a projekt a mi gyermekünk, úgyhogy erről egy néhány gondolatot szeretnék akkor a következőben elmondani. Általában minden projekt előkészítési fázissal indul, így történt az a mi esetünkben is. Tavaly 2014. november-december tájékán jelent meg az előzetes elhívás tervezet, ami alapján elkezdhettünk dolgozni és elkezdhettünk egyáltalán gondolkozni azon, hogy kik azok a partnerek, vagy kik azok a megyei szereplők, akik ebben a projektben egyáltalán pályázni tudnak. Aztán december 30-án az év vége előtt pár nappal megjelent a végleges felhívás, pár nappal, egy napval konkrétan, megjelent a végleges felhívás, a beadási határidő pedig január 29-e volt. Úgyhogy itt is, mint a projekt teljes egésze kapcsán, az idő rövidségével, a rövid határidők azok abszolút jelentőek. Ez alatt az idő alatt sikerült összeállni egy olyan konstrukciumi társaságnak, akik egy közös nagy megyei programot alapítottak ki. Ez néval a szerencsés véletlen, néval a tudatos kereső munka eredménye volt, hogy ezek a konstrukciumi partnerek egymásra találtak. Igyekeztünk szélesíteni a költeni a értelmes nagy projekt mérethez, viszont itt van konzorciumi tagságot, egy létszámot érdemes bővíteni. A közös megyei program az azt jelenti, hogy teljes megyei lefedettséget produkálni, és nem csak igyekszünk produkálni, hanem ezt el is fogja érni a projekt. Szemben azzal az elvárással, amit a pályázati útmutató és felhívást támasztott, ami azt mondta, hogy a kedvezményezett járásoknak legalább 70%-át kell érinteni ennek a projektnek, illetve az adott pályázatnak. Ez Csongrád megye esetében 4 járást jelentett volna, ezzel szemben még minden 4 járást bevonunk a projekt megvalósításába. És így zárult az előkészítési szakasz, megfelelő határidőben elkészült a pályázat, és ezt be is adtuk. Konzorciumi partnerekről már elnökül is beszélt. Konzorcium vezetőként a Csongrádi Fejlesztésért Non-Profit Kft. Viszi a projektet. Fő feladata egyébként a koordináció, egy-két szakmai tartalmat is magunkra vállaltunk, amit azonban külső vállalkozókkal valósítunk meg, mivel nekünk egészségügyi szakemberünk az nem nagyon van. De majd lehet, hogy lesz a jövő. Szintén konzorciumi partnerként szerepel a projektben a Szegedi Tudományi Egyetem, Hódmezővásárhelyi Főcélú Kistérségi Társulás, Kistelepi Térségi Egészségügyi Központ Non-Profit Kft., illetve a Mondavitár Térségi Egészségmegőrző és Szociális Non-Profit Közhasznú Kft. Így mi közben próbáljuk a Csongrád megye egészségügyi helyzetének javítását középpontban tartva ezt a projektet szintén rövid határidővel megvalósítani, amit pedig majd a következő diákon fog látszani. Túl sok egészségügyi statisztikai adatot én nem fogok felsoroltatni, inkább dátumokat és összegeket és célokat. Ez látszik ezen a diám is. Hogy átérjünk a megvalósítási szakaszra, gyakorlatilag nyert a pályázat, de ez nem volt ennyire
egyszerű. A projekt eredeti kezdési dátum, a tervezett kezdési dátum az 2015. március 16-a lett volna, és a tervek szerint 2015. október 31-ével zárt volna. Ez nem tudott ebben az ütemezésben megvalósulni, ugyanis első körben a projektet elutasították és tartalékvizsgára helyezték forrásként hivatkozva. Több partner és megyei szereplő megfeszített próbálkozása és munkája eredménye az lett, hogy végül is a pályázati konstrukció keretében nem nyertes pályázatokra találtak forrást, és forrását csoportosítása mégiscsak nyerni tudott a projekt, aminek nyilván minden konzorcium partner is nincs, nagyon örültünk. Július 3-án kellett a hivatalos támogatásról szóló levél. Ezzel szemben mi tényleges fizikai megkérdést június 17-re tesszük, ugyanis a Csongrád megyei közgyűlés döntése alapján saját felelősségünkre meg tudtuk kezdeni hamarabb a projektet, akkor már megszületett az a kormány döntés, ami azt jósolta, vagy azt vetítette előre, hogy a projekt várhatóan támogatásban tud részesülni. Tehát július 3-án kell a hivatalos támogató levél, a várható befejezés pedig az október 31-es dátumhoz képest egy hónappal ki tudott tolódni, tehát egy hónappal az eredeti hitelhez képest több, de összességében mégis kevesebb időnk van, tehát ha jól számoltam, 6,5 hónapra tervezett projekt megvalósítására 5,5 hónap lesz, tehát a szűk határidők azok itt is sajnos jellemzőek. Ennyi a támogatás, 798,46 millió forint, ez gyakorlatilag az az összeg, amire beadtuk a pályázatot, 100%-os támogatási intenzitással végezhetjük ezt a feladatot. És ami ez alatt a rövid időszak alatt, a megvalósítási időszak alatt elkészült, illetve megvalósult, tehát az elmúlt jó másfél-két hónap alapján, minden konzorciumi partnernél, konzorcium vezetőnél is töltött el a menedzsment és a szakmai tím. Ez azt jelenti, hogy a konzorcium vezetőnél, tehát már egy projektmenedzser, egy projektasszisztens, egy pénzügyi asszisztens, szakmai vezető és a téma vezető segíti a szakmai munkát, a konzorciumi partnereknél pedig minimum egy projektasszisztens, illetve egy pénzügyi asszisztens, illetve a pénz szakmai valósításban több kollega is részt tud venni. Összesen 20 közbeszerzési eljárás lesz a projekt folyamán. Ezeknek most már igen csak a végére járunk. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen 3-4 közbeszerzési eljárásban talán még, ami nem indult meg. A többi az vagy megindult, vagy már lehet zajlott, aminek valaminek eredményeképpen számos programon már is tudott indulni a megyében. Különböző konzorciumi partnereknél nyilván ezek különböző programok egyik első és legfontosabb feladatunk volt nyilván a kommunikációs tevékenységnek a beszerzése, ugyanis ezt ugye megalapozni a szakmai programoknak a sikerességét a megyében. Ezt gondolom, hogy a jelenlévők jó része már látja és hallja. Rádióban, tévében, Facebookon, mindenhol terjedünk. Nem mint a vírus, de mindenképpen terjedünk, és én nagyon remélem, hogy egyre több emberhez jutunk el, és ez alatt a rövid időszak alatt egyre több ember tudjanak kihasználni azokat a lehetőségeket, amiket ez a program tud. És végül, de nem utolsó sorban egy néhány fő célt szeretnék megemlíteni, amit a projekt megvalósításának a során, illetve kapcsán szem előtt tartunk. Az elsődleges és legfontosabb volt a megyei jelleg, tehát mindenképpen a teljes megyék mindenhétjárást kezdjük le. Amelyik programelemnél lehetséges, az terjedjen ki az adott programelem is mindenhétjárásra, de összességében a teljes projekt tartalomban biztosan a teljes járást érint, és én pillanatban nem tudnék olyan települést mondani, ahol bármilyen program az adott ebben a projektben ne valósulna meg. Hosszú távú hatást szeretnénk elérni a projekttel. Olyan módszerek, kutatások kerülnek végrehajtásra, illetve a megvalósításra a projekt keretében, amelyek Csongrád megyének a hosszú távú egészségtervezését, egészségmegőrzését határozzák meg. Szeretnénk javítani a megyei egészségügyi mutatókat. Ez a munka viszont csak akkor valósulhat meg, és csak akkor lehet sikeres a projektünk is, hogyha a konzorciumi tagok, illetve az ő együttműködő partnereik, a vállalkozói nagyon hatékonyan is nagyon szorosan, nagyon szigorúan hagyják végre ezt a projektet,
akkor lehet, akkor járhatunk teljes sikerre. És a legnagyobb felirat a jobb oldalon az pedig a projekt általános és fő célkitűzése, amit minden megjelenésben szeretném is hangsúlyozni. Olvasom meg, még nem tudom, meg. A projekt célkitűzés, fontos célkitűzése a Csongrád megyei lakosság egészségtudatos magatartásának formálása, a népegészségügyi célzatú szűrések népszerűsítése, valamint egy hosszú távú egészségfejlesztési program megalapulásához szolgáló tudásbázis létrehozása. Én ezzel megköszönöm a figyelmet, és a bővebb szakmai tartalmakról pedig nem fogok elbeszélni. Köszönöm szépen. Elindítjuk a következő pitkét. Ezután felkérem Gyuriské Pető Zsuzsánát, Csongrád megyei egészségügyi ellátó központ kórházvásárhelyi MAPO, egészséges vásárhelyi program programigazgatóját, a projekt szakmai vezetőjét, mutassa be a projektet szakmai szempontból, és zárja gondolataival a felszólalók során. Tisztelettel köszöntöm én is kedves vendégeinket, kedvenki asztalnál résztvevőket, rendben is vagyok, sarkot látok. 8 éve dolgozom a prevencióval, úgy látom elég hosszú idő volt, hogy rendben megismertem. Előtte ellátásban dolgoztam, mivel örülök neki, ez nekem most egy kellemes élmény. Utolsóként szólalok itt föl ezen a rendezvénynyitón, így megvan az az előnyöm, ami egyébként hátrányom, hogy a végén vagyok, de az előnyöm viszont az, hogy végighallgathattam az előadásokat, és több gondolat megfogalmazódott bennem. Ahogy készültem erre az előadásra, azon gondolkoztam összességében, hogy mi hiányzik ebből a programból, ami még nagyon jó lett volna, ha benne lett volna a programban. Hát most akkor őszintén bevallom, hogy rájöttem, hogy mi hiányzik, ez a baleset megelőzés. Valóban ez a program, holott Vásárhelyen ez nekünk egy fontos kérdés volt, már az elmúlt 8 évvel ezelőtt is, és ezért is jött létre volt az ő Vásárhelyen a biztonságos vásárhelyi program, ami a rendőrségnek a programja. Itt most ez kimaradt ez a program, de nem baj, majd az elkövetkezendő 10 évben a megyében megvalósítjuk. Egy kicsit más szemszögből szeretném a gondolkodást el szeretném vinni, egy picit én is ábrákkal fogok jönni, de hál' Istennek nem fogom ismételni Tiszti Főorvos asszonynak az ábráit, de egy más megvilágítást szeretnék adni ennek a témának, az előzményeknek. A népmozgalmi adatok ezen ábráját szerint nagyon-nagyon sokan ismerik, de én látom itt, hogy vannak civil szervezetek résztvevői is, és lehet, hogy nagyon sokan nem ismerik mégsem ezeket az ábrákat. És ezen az ábrán szeretném én kiemelni ezt az 1980-as adatot, amikor ugye látjuk ezen az ábrán, hogy hol is fordult meg ez a lakosságcsökkenés, a természetes szaporodásnak a csökkenése, hol változott meg, hol van az a pillanat, amikor, mondjuk történelmi pillanat, amiről mi most beszélünk, ami a mi feladatunk, hiszen megpróbáljuk közelíteni ezt a holót a halálozások csökkentésével és a születések számának növekedésével. Valamikor beszéltem nem túl régen valakinek arról, hogy a születések számát a népegészségügyi programokkal tudjuk-e szabályozni, és akkor abban a pillanatban azt mondta az illető, hogy hát ez nem oda tartozik, ez nem népegészségügyi, de hogy nem. Valóban az a születések számát ilyen, olyan értelemben nem tudjuk mi befolyásolni, hogy több gyerek legyen, de azt viszont igen, hogy a serdülőkorban lévő fiúk, lányoknak az egészségmagatartásának formálását nagyon-nagyon sokat tudunk tenni érte az egészségfejlesztés területén. Ugyanez az ábra Csongrád megyére, sajnos nem találtam adatokat, hogy otthon, de valószínűleg ott is 1980-ban történt egy ilyen változás. Azt látjuk, hogy a halálozások számában van egy nagyon minimális csökkenés, a születések számában egy minimális emelkedés, de azért ez nem olyan látványos. Én nem mondom, hogy én ezzel az ábrával kellek fekszem, de nagyon sokszor előfordul, hogy nem azok a célok, amiket az Oli is fölvetített, nem csak azok a célok a fontosak, hanem gyakorlatilag, hogy ezeket a mutatókat hosszú távon hozzuk előre. Most én azt gondolom, hogy a mi tevékenységünk, ami ebben a programban is, vagy Vásárhelyen, ahol elég komolyan tevékenykedünk 8. éve ezzel ebben a prevenciós programban,
A mi munkánk, és aki népegészségügyben dolgozik, vagy egészségfejlesztésben, az nagyon jól tudja, hogy a mi munkánk nem gyümölcse, nem most érik meg, hanem 5-10-15-20 év múlva. Kivétel a szűrések, mert ugye a szűrések száma az, ugye ilyenkor a megbetegedések száma látszólag emelkedik, hogyha kiemelünk a szűrésekbe. Szeretnék egy ábrát megmutatni. Amikor a lakosság kórösszetételéről beszélünk, akkor szeretnék egy nagyon érdekes ábrát felvetíteni Csongrád megyének a kórösszetétel változásáról. Ez egy animációs ábra, a KSA honlapján található egyébként meg. Az ábrán nagyon-nagyon jól látszik, hogy hogy változott a népesség a kórösszetétele. Kérem, nézzék meg a legalsó részt, ugye az a születések száma. A születések száma hogy változik? Amikor a csúszka elér oda a végére, akkor vissza fog 80-ra váltani, és egy óriási nagy különbség látszik a születések számába. És ugye, hogyha a felső részt nézzük, akkor pedig látjuk azt, hogy az úgynevezett előregedés, vagy mondjuk, hogy az egészségben eltöltött, vagy az öregedésről tudunk beszélni. Tehát óriási ez a változás, és ez egy nagyon fontos ábra abban, egyrészt, hogy a tevékenységünket meghatározzuk, és hogy megértsük azt, hogy miért is kell nekünk nap mint nap dolgozni. Kicsit féltem, hogy a technika ördöge nem engedi nekem ezt az ábrát megmutatni, úgyhogy én betettem a következő ábrámba egy fix ábrát is, és itt azért nagyon-nagyon látszik az öregedésnek, hogy mennyire öregszik a népesség, és látszik, hogy mekkora a különbség van a születéseknek a számában. Nyilván itt ezt részletesen lehet elvezni a korpát, ami egyébként egy nagyon érdekes tevékenység. Nekem nagyon tetszik megnézni, hogy ott például az a csík, az mi az, az például az első világháborúra vezethető vissza. Tehát látszanak ezek az elemek benne érdekesen ezekből az hozni. Ugye minden többen beszéltek itt a várható élettartamról, összességében én ebben a témában pozitív beállítottságú vagyok, ha egy tizedet változás van, én szerintem annak mindig nagyon-nagyon kell örülnünk. Három előadónál azt hiszem háromszor egy tized változásból hol le, hol fölül, nyilván amilyen statisztikai adatot nézünk, és örömmel vettem, hogy egyre jobb a helyzet, de nyilván ezzel dolgozunk, ez népegészségügyi szakemberek. Akkor szeretnék a konkrétan a projektről egy pár szót mondani. Nem fogom elmondani a 44 program 70 elemét. Én azt gondolom, besoroltuk ezeket az elemeket, illetve igyekeztem besorolni olyan témába, és azt kérem, hogy amíg én elmondom a besorolás lényegét, hogy olvassák el, hogy milyen tevékenységek vannak, mert én ezt úgy gondolom, hogy ezt az előadást két napban lehetne elmondani. Minden terület elmondanám minimum egy órában az ő tevékenységét, akkor holnapig itt lehetnék. Tehát három csoportba soroltuk ezeket a tevékenységet, az egyik az egészségmagatartás formálás, vagy az egészséges tudatosság. Az elemek legnagyobb része ebbe a tevékenységbe tehető. Érintettük itt az összes, ha megnézik a felsorolásokat, akkor látják, hogy a korosztályokból a nullától a 100 évesig van program. Mindenki, aki ezekben a programokban részt tud venni, és elmegy, mindenki tud érinteni egy-egy program. És természetesen most több diák keresztül fog menni, mert az egészségmagatartás programnak a programjai az egyes konzorciumi programoknál nagyon-nagyon széleskörűek, és sok mindent érintenek, akár az előadásoktól, a sportprogramig, a szűrésekig, a kis csoportos foglalkozástól, az egyéni foglalkozásig, az egészségtervekig, és gyakorlatilag számtalan 44 programban, de nagyon-nagyon sok elem van egy programon belül is. Akár a filmkészítés, vagy egy séta, hátrányos helyzetűeknek, hiszen ők kiemeltek a programba, vagy a kis települések, tehát rengeteg olyan tevékenység van, amivel mindenki talál magának megfelelőt. Természetesen azért projektmenedzsernek kiegészíteni meg kicsit az előadását, hogy nem minden elemet viszünk el minden településre. Ez lehetetlen. Ez a program, ha megnézzük, ez egy simán egy 3-4 éves program, és ezt 4 hónap alatt fogjuk megvalósítani. Úgy lehet ezt 4 hónap alatt megvalósítani,
hogy nagyon-nagyon sok résztvevővel, és ezért óriási nagy felelőssége és nehézségei vannak a projektmenedzsernek, vagy a projektmenedzsmentnek, mert gyakorlatilag ezt valami módon kordába kell tartani. Egy következő elem, amit említenék, ugye az egészségvédelem, több szó esett ugye itt a szűrésről. Nem léptünk bele itt olyan szűrési programokban, amik nincsenek benne az országos rendszerben. Csak azokat a szűréseket csináljuk, amik valami módon országosan is megjelennek. Elsősorban ugye itt az emlőszűrés és a szívérrendszeri szűrések, amik, de az egészségmagatartás formálása természetesen az összes daganatos megbetegedés, vagy a szívérrendszeri megbetegedéseknek az előtérbe kerülése és a felvilágosítás nagyon fontos feladat, és így mondanám, hogy valóban, ahogy Zoli is elmondta, a kommunikáció az egyik nagyon központi témája minden népegészségügyi programnak. Kommunikáció nélkül nincsen jó népegészségügyi program, de a népegészségügyi programnál is fontos, hogy jó kommunikáció legyen. Itt nagyon-nagyon szuper, és én azt látom, nagyon mondhatom, hogy talán egy kicsit hiperaktív kommunikáció van, úgyhogy kapjuk a feladatokat naponta kapom, éjszakánkon át, csináljuk a feladat, és olyan jó feladat, és jó feladatokat kapunk ráadásul. Ugyanez, ami nagyon-nagyon fontos, és Zoli is már elmondta itt, hogy a tudatos bázis létrehozása. Itt látok sok olyan arcot, aki valószínűleg projekteket szokott tervezni, pályázatokat szokott írni, akár népegészségügyi, akár nem. Mindig alap dolog a megvalósíthatósági tanulmánynál, hogy alapadatokat tegyünk be, vagy elemzéseket. Nagyon nagy hiány van belőle, nem tudjuk, honnan indulunk, hogyha itt egy ténylegesen megvalósuló, hosszú távú népegészségügyi program lesz, ezek a alapján, az elemzések alapján mindenképpen van lehetőségünk arra, hogy vizsgáljuk azt, hogy honnan indultunk és hova fogunk jutni. Ez a projekt, projekt elején arra gondoltunk és azt beszéltük meg, hogy hosszú távon tervezünk, és akkor tudnunk el a kiindulási pontokat és az érkezési pontokat. Mivel ugye az előbb már én is tettem rá utalást, hogy 5 éven belül olyan óriási nagy változást nem várható, ha ma ugyanezzel az intenzitással dolgoznánk az elkövetkezendő 3 éven belül, óriási nagy változásokat azokban a statisztikai adatokban, amit Tiszti Főnök asszony felvetített, sajnos nem lennének. Konkrétan tudjuk, ez jól mérhető, hogy az emlőszűrésnél egy aktív emlőszűrési tevékenység után a halálozásban 10 éven belül nem történik változás. 10 év. A megbetegedésekben igen, mert az nyilván megemelkedik. Tehát itt nincsen várható tőle nagyobb változást. Kivetítettem egy pár ábrán, és előre szeretném elmondani mindenkinek, hogy ez az első hónap termése, ez az ábra, minden településen ott volt már a program, minden településen megjelentünk. Egy pár ábrán fogom kivetíteni, de előre vetíteném a konzorciumi partnereknek is. Ez nem jelenti azt, hogy ők mindent dolgoznak, de azok dolgoztak nagyon-nagyon intenzíven és nagyon gyorsan, és gyorsan kellett cselekedniük, akik gyerekekkel kapcsolatos programokat valósítanak meg, hiszen azt a nyár befejeztével el kellett végezni, hiszen az iskolából a gyerekeket nem lehet kivenni, és arra alapoztunk. Már itt a non-profit KFT-nél is látjuk, hogy gyakorlatilag minden településen valami módon megjelentek programmal. A Móra Vitál gyakorlatilag ott volt már minden településen, egyes programjával. Mi elindultunk Hódmezővásárhelyen egyes programokkal, és itt látjuk, ami már a megyei lehetettség. A kis buborékokban az a színek változása van, ahol már több program is megvalósult, vagy ahol egy program van még. Tehát azt a kérést, amit a politika kért tőlünk a program elején, hogy megyei szintű legyen, ha most nem csinál meg semmit sem, akkor is megyei szintű lesz, de a programoknak nagyon a legelején vagyunk. Mivel 10 percet kaptam erre az előadásra, és én nagyon szigorúan rám szóltak, hogy 10 perc lehet, 10 percre nehéz ezt összefoglalni, ezért engedjék meg, hogy egy kicsit személyes itt a végén, egy kicsit személyes indítatású idézetet hozzak föl. Örülök, hogy nem én vagyok az első, a társaságban idézetet hozott föl. Ezt az idézetet én egy pár évvel ezelőtt az Egészséges Vásárhelyi
helyzetet, mert úgy gondolja, hogy igen, Vásárhelyen elkezdték csinálni. Én azt gondolom, hogy itt a megyében is elindul egy ilyen program, tehát nem csak gondolkozni kell róla, hanem csinálni is kell, és nem csak beszélni kell róla, hanem tényleg tevékenyen ebben kell tevékenykedni. De nézzünk őszintén vele, ez egy 4 hónapos projekt. A projektmenedzsmentnek, megmondom őszintén, az egyik legnagyobb feladata, hogy nézi a naptárt, hogy mi valósul meg, és meg kell valósulnia ezt a programot november 30-án meg kell fejezni. És hát ugye nem is akkor, mert azért már november közepe táján már vége fele kell járni, tehát óriási nagy energiát jelent nekünk ez. És egyébként ez legalább egy 3 éves program. Én azt gondolom, hogy egy óriási nagy pillanat ez most a Csongrád megye életében ez a projekt, most nem az, amikor én itt állok, hanem maga a projekt, egy óriási pillanat. Vannak itt olyanok, akik nálam sokkal régebb óta dolgoznak egészségfejlesztésben, vagy egészségfejlesztéssel foglalkoznak, és én nézek itt Barabás Katira, akit nagy tisztelettel köszöntök, és örülök, hogy itt van velünk, és azt gondolom, de talán tanárnő megerősítek ebben, hogy talán a megyében ilyen pillanat, népegészségügyi pillanat nem volt, hogy a politika itt van, és kapunk politikai támogatást, itt van a pályázati forrásokhoz hozzá tudunk találni, ha elég ügyesek vagyunk, a népegészségügynek a szakma képviseli a szakmapolitikát, gyakorlatilag itt vannak az intézmények, az egyetemről, kórházból látok embereket, itt van a média, itt vannak a lelkes kollégáim, akár a saját kollégáim, vagy akikkel témavezetőként az én munkámat segítik ebbe a projektbe, települési polgármestereket látok, az egyetem képviselői, civil szervezet képviselői, és én azt gondolom, hogy ebben a témában ez egy olyan óriási pillanat, amikor igenis összefogásra van szükség, és hogyha ez a csapat, ezek az emberek összefognak, és hosszú távon ebben dolgozunk, ez a 4 hónap, ez nagyon rövid, ez most nekünk itt hosszúnak tűnik, de nagyon gyorsan el fog szakadni, vagy szaladni, és én abban bízom, hogy ez itt folytatódik, hiszen van értelme, és tudunk majd mindannyian dolgozni Csongrád megye lakosságának egészségi állapotának kezdődása érdekében. Köszönöm. Számunkra. Én azt gondolom, hogy a hiperaktivitás az kölcsönös, tehát itt egymást motiváljuk, és ez is egy nagyon motiváló előadás volt, azt gondolom, hogy ez teljesen átjött. Kérem, kövessék a jövőbeli programjainkat, és támogassák figyelmünkkel a rendezvényt, weboldalon, Facebook oldalon mindenkitől megjelenésre lehet majd jövőre számítani. A rendezvény zárásig kérnek. Széchenyi 2020 készült a Csongrád megye fejlesztéséért non-profit Kft. Megbízásából. Augusztus 31-én a Mentorháló 2.0, valamint a Klik megyei és járási tankerületek segítségével egy szakmai nyílt nap került megrendezésre a Kistelki Általános Iskolában. Ezen program keretében Papné Guba Éva, a Kistelki Általános Iskola intézményvezetője, és Falgó Klára, a Kistelki Tankerület igazgatója beszélt tanárok előtt álló feladatokról, pedagógus minősítésről, illetve azokról a lehetőségekről, módszerekről, amely gyerekekkel kapcsolatos feladatainkat tárja fel. Most következőben ezt az előadást tekinthetik meg. És nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A Kistelki Általános Iskolában egy szakmai napon, és nagyon-nagyon örülök, hogy azok az intézmények, amelyeket meghívtunk, jelen tudnak lenni, képviseltetik magukat, mert azt gondolom, hogy a gyerek közös, a probléma is közös, és nagyon örülök annak, hogy fenntartótól függetlenül közösen együtt tudunk dolgozni, és együtt munkálkodunk azon, hogy a gyerekeink minél inkább kibontakoztathassák azokat a képességeket, amelyek bennünk vannak.
Ez a mai nap a Mentorhárom 2 program keretében jött létre, mégpedig a Dél-Alföldi régióban működő CLIC tankövetek közös szervezésében, a régióközpontokban és a 12 járásban megyei és járási szakmai napokat szerveztünk. Ennek a lebonyolításában Morgoláb Mihály kollégánk volt a segítségünkben. Nagy szeretettel köszöntöm ezen a rendezvényen Sülidé dr. Terecskei Erzsébet jegyzőasszonyt, aki Kistelekváros jegyzője. Karabon Gála igazgatóasszonyt, a Kisteleki Tankerület vezetője. És minden kedves megjelent intézményvezető pedagógus. A mai napnak a programja következőképpen fog alakulni. Felkérem majd legelőször jegyzőasszonyt, hogy nyissa meg ezt a rendezvényt, és köszöntse a megjelent vendégeket, illetve benneteket. Utána pedig Faragó Klára, a Kisteleki Tankerület igazgatója, az általános fejlesztési irányvonalakról és a szervezeti átalakulásokról fog egy rövid prezentációt tartani. Jó magam pedig a pedagógus minősítésekkel kapcsolatos tudnivalókat, információkat szeretnék veletek megosztani. Utána egy rövid szünet után felkértük dr. Tani Anna Mária pszichológus asszonyt, hogy tartson nekünk egy előadást, az ő előadásának az a címe, hogy online gyerekek, digitális világ, generációs különbségek. Azt gondolom, hogy napról napra érezzük, hogy ezek a gyerekek már mások, egészen mások, mint amik mi voltunk, vagy ami a pályán kezdetén találkoztunk gyerekekkel, és azt gondolom, hogy minden segítség, amely abba az irányba mutat, hogy még jobban megértsük ezeket a gyerekeket, esetleg más módszereket találjunk a velük való foglalkozáshoz, az csak a hasznunkra válhat. Ezt követően pedig invitálok majd mindenkit egy kötetlen beszélgetésre, egy állófogadás keretén belül, és remélhetően 12 magasságában fog zárulni a rendezvényünk. Kérem mindenkit, hogy a lehetőségekhez képest tartson ki végig, és remélem, hogy sok hasznos és érdekes információ birtokába fog kerülni ezen a mai délelőttön, amely ugye még a 2014-15-ös tanév utolsó tanítási napja. Most tehát akkor felkérem Sülidé dr. Terecskei Erzsébetet, Kistelekváros jegyzőjét, hogy köszöntse a megjelenteket és nyissa meg a rendezvényünket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon Kistelekváros Közösségi Önkormányzat nevében. Nagyon örülünk, hogy Kistelek, mint járászékhely település helyet adhatott egy ilyen rendezvénynek. Ahogy igazgató asszony is elmondta, erre a szakmai napra a járásban lévő összes település köznevelési intézményeinek képviselői is meghívást kaptak, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Eltelt egy tanév, következik egy újabb tanév. Én azt kívánom mindenkinek, hogy nagyon szép eredményt érjenek el a következő tanévben is, jó egészséget és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen! Kérem a kormányzat és a kormányzat igazgatóját, hogy kezdjenek ezt. Tisztelt jelenlévő kedves kollégák! Engedjétek meg, hogy a korábbiakban megfelelően tegeződő nexus van. Folytassuk ezt a mai beszélgetést, mert nem kifejezetten egy mindentudó előadást szeretnénk tartani, hanem leginkább gondolatébresztőként néhány szakmai kérdést szeretnénk felvillantani. Nagyon örülök én is, hogy ennyien itt vagytok, és külön örülök annak, hogy mi itt Kistelek járás illetékességi területén. Az első pillanattól kezdve, tehát hogy létrejött a tankerület, arra törekedtünk, hogy fenntartótól függetlenül mindazokat a kollégákat, akik a köznevelés intézményeiben dolgoznak, mindig meghívjuk ilyen alkalmakkor, és én azt hiszem, hogy ez egy példaértékű törekvés, hiszen nem falakat kell építeni magunk között attól függően, hogy kinek-kinek egy önkormányzat, a Klebersberg intézményfenntartó központ, vagy éppenséggel egy alapítvány a fenntartója. Köszönöm részletekről is e tekintetben a konstruktivitást. Ebben a tanévben is ezt a törekvést szeretnék tovább folytatni. Kedves kollégák, tisztelt jelenlévők! Amikor a mai napra készült,
Egyrészt nagyon kedvező helyzetben vagyok, hiszen rengeteg információ birtokában sikerült jutnom az elmúlt napok országos szegedi szakmai tanegyüttő konferenciáin. Ezek mind nagyon hasznos információk. Ezekből szeretnék majd nektek néhány díja segítségével egy rövid kis prezentációt tartani. Ami miatt viszont nehéz helyzetben vagyok, annak az az oka, hogy volt szerencsém pénteken a Hódmezővásárhelyi Tankerület szervezésében hasonló szakmai rendezvényen részt venni, és a meghívott előadók egyike Tari Anna Mária pszichológus volt. Csodálattal hallgattuk a pszichológus asszonyt egy óra hosszán keresztül, nekünk szerencsénk van, mert mi másfél óra hosszáig tudjuk őt hallgatni és csodálni, és felmerült bennem, hogy bizonyára mindannyiótokat érdekelnek az oktatás irányítás legfontosabb törekvései, fejlesztés irányú szervezeti változások, de hadd mondjam azt, hogy a mai napnak mindenképpen egy óriási segítségnyújtása, egy óriási bázisa lesz az, amit a pszichológus asszonytól kapni fogtok, ezt bizonyára sokan tudjátok, hiszen olvassátok a könyveit, és így higgyétek elő, nagyon aktuális kérdéseket vett föl. Ahogy igazgató asszony is célzott rám, magamban is egy ilyen kicsit gondolatokat ébresztett, sőt, mondhatom azt is, hogy egy ilyen tudathasadásos állapotba kerültem, mint pedagógus, mert hadd legyek, mint továbbra is pedagógus, és annak is hallom magam, független attól, hogy két éve közvetlenül már gyerekekkel megszűnt a kontaktusom. Ugyanakkor a pénteki előadást követően, a pszichológus asszony előadását követően olyan komoly kérdések merültek fel bennem, és gondoltam rátok, akik viszont napi gyakorlat szintjén szembesültök mindazzal, amiről majd a pszichológus azt, hogy beszélni fog. Nem kívánnám elvenni a kenyerét természetesen, de ami bennem megfogalmazódott. Mi, azok a pedagógusok, és én jó magamról is hadd beszéljek, akik a klasszikus, régi, mondhatom akár koroszos, tekintélyelvű nevelés-oktatás hívei vagyunk, voltunk, mert bizonyára sokan már átértékeltétek közben, nem lehet már ezt az irányvonalat tovább vinni. Nem lehet, hiszen ezek a gyerekek, akik a digitális világban nőttek föl, pszichológus asszony őket ugye online gyerekekként emlegeti, ővelük már az a fajta frontális, klasszikus osztályunkat nem lehet megvalósítani hatékonyan. Erről majd részletesen beszélni fog, tehát el kell mindannyiunknak gondolkozni. Ezt nem úgy érjétek meg, hogy fel kell adnotok az elveiteket, mert nyilván nem erről van szó, hanem alkalmazkodni kell az új helyzethez, ez az új generációhoz. Hiszen bennem is, aki még a tekintélytisztelet egy más értékrend világában szocializálódtam gyerekként, kezdtem meg pedagógiai pályafutásomat, folytattam tanulmányaimat, ez számomra iszonyatosan nehéz ez a fajta átértékelés, de meg kell tenni. Tehát amikor a gyerek Facebook függő, mert vannak ilyen gyerekek, szerintem nektek ezt nem kell elmondani, akkor ezt, ha indulatú módon kezeljük, a lehető legrosszabb megoldás. És elnézést is kérek, hogy ezzel kezdtem, csak még annyira hatás alatt vagyok a pénteki napnak, és tényleg nem szeretném a pszichológus asszonytól az ő gondolatait elvenni, csak gondoltam, ezt megosztom veletek, hiszen törekszünk már sokszor, meg sok éve különféle pályázatok keretében a pedagógiai módszertani kultúrán megújítására. Ezt most már tényleg meg kell tenni, ha hatékonyak és eredményesek akarunk lenni. Még egyszer mondom, bármilyen nehezünkre esik. Ezt a részét a történetnek én itt be is fejezem, és talán nem túl szerencsés, hogy ezzel kezdtem, mert most érnék rá egy kicsit szárazabbnak tűnő gondolataimra, de engedjétek meg, hogy röviden szóljak mindazokról, amiket egy Budapest és egy szegedi szakmai tanévító konferencián hallottam. Nyilván ez nagyon kivonatolva, és látok itt kollégákat, akik Szegeden jelen voltak, remélem azért nem fogom őket túlságosan mutatni, hiszen csak néhány diára vetettem fel a gondolatokat. Két fő témáról szeretnék nagyon röviden beszélni. Az első téma az a köznevelés fejlesztési irányaira utal, és ez inkább én azt mondanám, ez egy közép, illetve hosszú távú stratégiai cél, tehát ne azt gondoljátok, hogy a 2015-16-os tanévben kell ezeket megvalósítani. Viszont a másik része a mostani gondolatmenetemnek az már rövid távú, tehát a 2015-16-os tanévre irányul elsősorban. És elnézést, csak közben fordulok egyet, hogy lássam, hogy azért nagyjából szinkronban legyek a kivetítővel. Tehát igazából a fejlesztés irányok tekintetében államtitkár asszony, illetve helyettes államtitkár Sipos Imre és a
köznevelés tekintetében. A módszerek fejlesztése nyilván minden összefügg mindennel, az imént említett generáció változással is természetesen. És itt, amit kiemeltek, és azt hiszem, hogy mindannyiunk örömére szolgál, hogy a módszerek megújításában szerepelnek nagy mértékben a táborok, a témahetek, amelyeket az elmúlt évek projektjeiből nagyszerűen meg tudtunk valósítani. Tehát magyarán szólva az a fajta informális tanulás és ismeretszerzés, ami már nem idegen tőlünk, hiszen amikor forrás lehetőségünk volt, akkor ezt az elmúlt időszakban is már tudtuk realizálni. Tehát mindenképpen mindenki érzi, hogy a módszerek megújítására feltétlenül szükség van. Tartalomfejlesztés a következő irányultság, amire szintén nagy szükség van és feltétlenül indokolt. Itt a tankönyvfejlesztést, tudjátok, ez egy örök kérdés, hiszen a jó tankönyv azért mindenképpen alapja annak, hogy hatékony pedagógiai nevelőoktató munkát tudjunk folytatni. A NAT és a kerettantervek felülvizsgálata, ezt tudjátok, nem egy örök érvény, hogy egyszer a NAT-ot elkészítette, a jogalkotó, a kerettantervrendelet elkészült, ez folyamatos kontrollt és felülvizsgálatot igényel, nyilván az imétiek említett miatt is. Ezen kívül a tartalom fejlesztése irányulóan nagyon fontos az, hogy az a fajta digitalizáció, ami most már elkerülhetetlen a köznevelési intézmények életében, akár az ügyviteli feladatokat nézzük, de most tartalomfejlesztésről beszélünk, tehát köznevelési tárgyú tartalomfejlesztésről, akkor ajánlom figyelmetekbe, bár bizonyára ez sem újdonság, a Nemzeti Köznevelési Portált, amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az OFI munkatársai fejlesztettek ki. A szegedi konferencián hallottuk a képviselőktől, hogy folyamatban van a felület feltöltése, és talán az ő során elérhető lesz. Mi is ez a Nemzeti Köznevelési Portál? Tulajdonképpen ez egy nagyon komplex, tanulást segítő háttéranyag. Rengeteg adattal, feladattal, különféle fajta információszerzési lehetőségekkel, digitalizált tankönyvekkel akár. És ennek érdekessége ennek a portálnak, hogy ez nem kizárólag csak pedagógusoknak, hanem diákoknak és szülőknek is szól. Az ő munkájukat is meg kívánja segíteni. Hozzáteszem, hogy nyilván ez sem újdonság számotokra, de az új köznevelési irányultság nagy hangsúlyt fektett a családi életre. Eddig is tudtuk, mindig tudtuk, családok nélkül mi tehetetlenek vagyunk. És például ez a portál is jelzi, hogy ez a szülők számára is hozzáférhető lesz, és ezzel is segíteni kívánnánk az ő munkájukat, abban, hogy a gyerekek minél hatékonyabb felkészítésben vehessenek részt. Én csak kivonatokat mondok, nagyon rövid címszavakat, mert aki nyitott erre és legyetek nyitottak, azt javaslom nektek, azért próbáljátok utána nézni információknak, én csak felvillantok néhány gondolatot, és utána majd ki ezt kiegészíti a továbbiakban. A harmadik irányvonala a köznevelési fejlesztési céloknak az intézményrendszer fejlesztése. Itt két területet emelnék ki, amelyet szerintem már oly sokat hallottatok, az egyik az iskola központoknak a kialakítása, létrehozása. Mi is az az iskola központ? Az iskola központ az nem egy új intézménytípus. Az egy olyan iskola, egy olyan intézmény, amely mind infrastruktúrálisan, mind humán erőforrás ellátottságban magas színvonalat képvisel. Iskola központok fognak létrejönni a járások területén, hogy hol ezt még biztosan nem lehet tudni. Tehát lesznek olyan intézmények, amelyek fogadókészek tudnak lenni arra, hogy bármely más a járás területén lévő intézménynek segítséget nyújtsanak, hogyha erre szükség van. Tehát az iskola központok, én úgy gondolom, egy nagyon jó irányvonal. Ezek az iskola központok, ha megalakulnak, akkor minden köznevelési intézmény sokkal több szolgáltatáshoz fog hozzájutni. A másik kardinális kérdés, ami nagyon sokakat régóta foglalkoztat, a 9 évfolyamos általános iskola kérdése. Nem kívánik részletekbe bonyolódni, hiszen ez sem eldöntött tény még, hogy hogyan történjen a strukturálása a 9 évfolyamnak, de mind a két témában még társadalmi konzultációra kerül sor. Azért említettem meg ezeket egyéb irány, mert tudom, hogy a média az mindig sok mindent elmond, de hogy a szakmai hitelesség mennyire van a háttérben, az már esetenként kérdéses. Én azt mondom, hogy akármi légyen is, meg fogjuk oldani a kérdéseket, a problémákat. A célunk nekünk is az, hogy fejlesszünk, minél hasznosabban, minél hatékonyabban.
A célunk az, hogy kis telekjárás, mondhatnám a tankerületet is, de én még egyszer mondom, inkább szeretek járásban gondolkozni fenntartóktól függetlenül, még hogyha hatáskör átlépést nem is szeretnék elkövetni. Akárhogyan légyen is, a célunk az, hogy kis telekjárás területén meglévő humán erőforrásból építkezzünk, tehát azért kérlek benneteket, hogy ezt benneteket különösképpen ne foglalkoztasson, tegyétek a dolgotokat, mindenkire szükség van, elképzelhető egy átstruktúrált rendszerben, de igazából ez hosszú távú stratégiai törekvés, és majd kialakul ennek a rendje, és mindent meg fogunk oldani nyilván helyi szinten. Amit még ehhez hozzátennék, legjobb ennek a diának a végére oda tettem az EFOP köznevelési konstrukciókat. Mindannyian tudjátok bizonyára, hogy egy új ciklus kezdődött az uniós pályázati források felhasználása tekintetében, és hát sajnos az utolsó lehetőségünk. És ugyan itt a gazdaságfejlesztés, a vállalkozások fejlesztése az, ami prioritást élvez, de természetesen a köznevelés sem szorul háttérben. Ezek az EFOP pályázati konstrukciók fognak segítséget nyújtani mindezen fejlesztési irányok megerősítésére és realizálására. Azért említettem ezt meg, hogy ha láttok ilyen kiírást, igyekszünk benneteket tájékoztatni természetesen, de mindenki járjon nyitott szemmel és próbálja jól követni a lehetőségeket. Hiszen tudjátok, talán az egyéb fenntartó nevében is mondhatom, hogy külső források bevonása nélkül roppant nehéz a köznevelési feladatokat színvonalasan ellátni. Ezekről a fejlesztési irányokról szerettem volna elsősorban szólni, és tovább léphetünk közben. Szervezeti változások. Háromféle szervezeti változásról szeretnék beszélni, ami a köznevelést érinti, kit többé, kit kevésbé. Törekedtem arra, hogy ne csak a Klibezben intézményfenntartó központ, tehát az állami intézményfenntartásban lévő intézmények vonatkozásában beszéljek, hanem vannak olyan változások, amely mindenféle fenntartó által fenntartott köznevelési intézményt érint. Elsőként azonban mindenképpen a KLIK-nek az átalakulásáról, szervezeti átalakulásáról szeretnék szólni. Ezek sem újdonságok, de ami miatt most elmondom, minden bizonnyal ez a tanév most már végre ezt a szervezeti átalakulást meg tudja oldani. Nevezetesen egy decentralizációs folyamat már megkezdődött, és ennek az lesz a következménye, eredménye, ami sokkal hatékonyabb, sokkal rugalmasabb ügyintézést tesz lehetővé, tehát a döntések meghozatalát közelebb hozza a helyi szintre. Hiszen eddig a KLIK központ Budapesten nagyszerűen tette a dolgát, de nyilván nem volt annyi kapacitásuk, hogy a helyi szintű ügyeket gyorsan és rugalmasan, hatékonyan tudják intézni. Ez az oka ennek a decentralizációnak. A megyeközpontok, tehát a KLIK központ ezáltal a következő időszakban egy megváltozott szerepkört fog betölteni. Nevezetesen elsősorban stratégiai fejlesztési döntések meghozatala az lesz egy leszűkült apparátussal működő budapesti székhelyű KLIK központnak. A megyeközponti tankerületek megerősödnek, feladat és hatáskör bővülés következik be. Ez azt jelenti, hogy sok olyan feladatot delegálnak a KLIK központból, amelyet eddig ott intéztek, az imént említett ügyintézés a döntési folyamatok mechanizmusának felgyorsítása érdekében. De bizonyos feladatok a járási tankerületektől is átkerülnek, én a zárójelben feltüntettem, például a funkcionális feladat ellátását minket nem érint kis telekjárás területek, hiszen itt az önkormányzatok működtetnek, látják el a funkcionális feladatokat, de bizonyos pénzügyi feladatok is bekerülnek a megyeközpontokba. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi lesz a járásokban, ezt is feltüntettem a DM. Itt nekünk például a kisteleki tankerületben, járási tankerületként végre eljutunk oda, hogy a szakmai feladatokra tudunk elsősorban fókuszálni, és azzal tudunk a legtöbb időt tölteni. Ez azt jelenti, hogy mi nagyobb mértékben tudunk jelen lenni az intézmények életében. Gondolok itt egy-egy értekezet, egy-egy rendezvényre, mert sokszor egyéb programok miatt ugye nem tudtam, bármennyire szerettem volna a kis tankerületem ellenére is. De sokkal inkább jelen leszünk, segítünk felkészülni akár egy intézményi önértékelésre, vagy a pedagógus minősítésében, bármiben. Tehát elsősorban mi szakmai segítséget nyújtunk, és természetesen ez nem csak azt jelenti, hogy egy oldalú segítségnyújtás, hanem el is várunk. Tehát minden segítséget megadunk, de el is várjuk azt, hogy ezt követően az intézmények ennek megfelelően lássák el a feladataikat, hiszen nekünk az a célunk az intézmények és a tankerületnek, a
fenntartónak is, hogy minden jogszerűen és szakszerűen bonyolódjon egy köznevelési intézményben. Tehát mi továbbra is segítő szándékkal vagyunk, de természetesen vannak elvárásaink is, úgyhogy ezt a tanév során majd szépen kialakítjuk az új folyamatainkat, és tényleg minden segítséget szeretnénk megadni az intézményeknek. Ez az szervezeti átalakulások egyik vonulata, tehát ami a három szintű hálózatos rendszerben a képezben intézményfenntartó központ tekintetében várható és be fog következni. Ezt már régóta terveztük, de én úgy érzem, hogy most már tényleg eljött a pillanat, amikor ez megvalósulhat. Többek között azért is valósulhat meg, mert a következő szervezeti változás a szakképző intézmények KRIT fenntartásból átkerülése a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Ezt is szerintem, ha másodban nem a médiából hallottátok. Ez a fenntartói jog átadás átvétele 2015. július 1-ével megtörtént. A szegedi tankerület a mi esetünkben átadta a szakképző intézményeket, országosan 44 szakképző centrum jött létre. A mi esetünkben Csongrád megye vonatkozásában két szakképzési centrum, az egyik a szegedi, a másik pedig a Hódmezővásárhelyi, ami átadta a szakképző intézményeket, és innentől kezdődően ők foglalkoznak ezen intézményeknek a fenntartásával. Véleményem szerint ez egy nagyon pozitív változás, hiszen ezáltal a megyeközponti tankerületek tehermentesítve lettek, és ezáltal, amit az imént említettem, hogy feladatok kerülnek át jogszabályoknál fogva, nyilván meg tudják tenni nagyobb felelőssége biztonsággal, és talán most már egy olyan munkakultúrát tudnak bevezetni, hogy én tudom, az ottani kollégák óriási leterheltséggel dolgoztak az elmúlt időszakban. Hatalmas feladat volt ez így egyben, de a szakképző intézmények átkerülésével most már én úgy gondolom, hogy tudnak azokra a feladatokra fókuszálni, kifejezetten a szakmai részre, mert megvallom nektek őszintén, hogy a szervezetfejlesztés, a szervezeti átalakulás miatt mi nagyon sokat dolgoztunk, hogy azért a szakma is ott legyen a középpontban, a fókuszban, de most, hogyha minden helyére kerül, akkor biztos vagyok benne, hogy ez sokkal jobban fog tudni működni. Egyébként innen is én kívánok a szakképzési centrumoknak nagyon sok sikert. Nekik sincs most könnyű helyzetük, de véleményem szerint ez egy nagyon jó döntés volt, ha egy más fenntartói rendszerbe kerüljenek a szakképző intézmények, hiszen jó magamnak volt szerencsém a kistelepi középiskolában megtapasztalni, hogy a szakképzés az egy külön terület, tehát igazából ez így szerintem így kerül helyére, és ez így sokkal jobban kezelhető lesz mindenki számára. És a szervezeti átalakulások között a harmadik, a pedagógiai szakmai szolgáltatások átalakulására irányul, illetve ezeknek szervezeti módosítására irányul. Erről is van információtok bizonyára, hogy az oktatási hivatalon belül, az oktatási hivatal szervezeti egységeként létrejöttek 2015. április 1-től a pedagógiai oktatási központok, röviden ezt csak POK-oknak szoktuk emlegetni. Országosan 15 POK kezdte meg a működését, ezek közül egy nemzetiségi feladatokra irányul, van egy budapesti koordinációs feladat ellátó POK, de igazából 14 olyan POK jött létre országosan, amelyek vagy egy megye, vagy két megye pedagógiai szakmai szolgáltatásait fogják ellátni az elkövetkezendő időszakban. Arról sokat hallottatok, hogy az oktatási hivatal szerepköre, feladatköre bővült, valóban ez így történt. Egyik része ez, hogy a POK-ok oda bekerültek, az oktatási hivatal szervezett egységként, főosztályaiként, tehát ez egy közös intézményi struktúra jött létre. Egyébként nagyon sok egyéb feladat is átkerült az emmi háttérintézményeitől, például az Ofitól, vagy az Edukáció Nonprofit Kft-től, 2015. december 31-ével az edukáció meg is tűnik, ő is beolvad, illetve a KRIT-től a pedintézetek átkerültek, a kormányhivataltól is kerültek át feladatok, az új szervezetet például a pedagógus minősítéssel kapcsolatosan. Véleményem szerint ez is egy pozitív változás, hiszen a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátása egy egységes, országosan, amennyire lehet egységes irányítás alá kerülnek, és véleményem szerint ez a köznevelési intézmények, de a köznevelésben érintett partnerek munkáját is nagy mértékben tudja segíteni. Természetesen akkor, ha ti is kellőképpen tájékozottak vagytok, és adott esetben kéritek is ezeknek a szolgáltatásoknak az intézményben való megjelenítését. A szegedi oktatási, pedagógiai oktatási központról annyit hadd mondjak el, sokan tudják szerintem, hiszen kedden találkoztunk a szegedi szakmai tanítító konferencián, Hatházi Ilona lett a vezetője, és hadd tolmácsoljam az ő szavait is, hogy egyetek irányába bizalommal, keressétek a szegedi pokot, és
rendelkezésetekre. Egyébként Hatházi Annáink végeztek egy igényfelmérés, az intézmények megkapták, hogy elsősorban milyen szakmai szolgáltatásokra van szükség. Ő ezt ott részletesen nekünk kivetítette. Talán a pedagógiai szaktanácsadás az, ami a legtöbb intézmény esetében fontos és vonzó volt. Én ezzel most nem kívánok foglalkozni, hogy milyen igények merültek fel. Befejezésre az utolsó diáraim mindezt annyitettem föl, hogy a köznevelési törvény 19-es paragrafusából kiemeltem azt a részt, hogy mik is azok a pedagógiai szakmai szolgáltatások, bizonyára tudjátok, de azért úgy gondoltam, hogy ha esetleg mégsem, akkor olvasni, átfutni egy pillanatra érdemes. Én nem kívánnám most ezt felolvasni, hiszen ezek már régóta ezek a szolgáltatások, de nem árt tudni, és hogyha segítségre van szükségetek, akkor én szerintem ezzel a segítséggel mindenképpen érdemes élni. Közben az órámra pillantottam, és jó szokásom szerint azért mégiscsak pedagógus vagyok én a lelkem mélyén, tehát amikor 10 percre kalibrálom a mondatomat, akkor minimum 20 lesz. Ezért én most már megköszönöm a figyelmeteket, és ez a dia is következik, akkor nem hibáztam túlságosan nagyot. És kívánok nektek nagyon eredményes tanévkezdést, bízom benne, hogy nagyon tartalmasan, passzív pihenéssel is, vagy aktív pihenéssel is telt a nyári vakáció, a nyári szünet, és erre a tanévre jó egészséget, kitartást kívánok nektek. Sok-sok feladat van, de én úgy gondolom, hogy mindennel meg fogunk tudni birkózni, hiszen egy innovatív, dinamikus, energikus, elhivatott pedagógus társadalom ül itt velem szemben. Úgyhogy én mindenkihez csak annyit tudok még egyszer mondani. Megköszöntük a tavalyi munkáit, és kívánok legalább ugyanolyan, vagy még annál is dinamikusabb munkavégzést erre az évre, hiszen látjátok, van dolgunk, van feladatunk, megújulunk folyamatosan, és hogy ez mennyire így van, igazgató azt, hogy mindjárt elmondja nektek, hiszen most már a pedagógus minősítés és a tanfelügyelet tovább fogja színesíteni a mindennapjainkat. Minden jót kívánok valamennyitöknek, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kollégáim, a nyár azért még erőlködik, mert jó meleg van a mai napon is, meg még talán a következő egy-két napban, de mégis újraint az ősz, és újra elkezdődik a tanév, és vele együtt most már aztán valójában Isten igazából hozzáfoghatunk a pedagógus minősítéshez, a szaktanácsadáshoz. Mi magunk itt a Kisteleki Általános Iskolában 7 olyan kollégával rendelkezünk, akik elvégezték ezt a képzést, és mesterpedagógusként, szakértőként ülnek itt most közöttünk. Én azt gondolom, hogy az én diasorozatom, ami nem lesz túlságosan hosszú, nagyon sok fontos információt fog tartalmazni azzal kapcsolatosan, hogy mi az, ami ránk vár, de én leginkább, amikor erre az előadásra készültem, akkor azon gondolkodtam, hogy, illetve az fogalmazódott meg bennem, hogy leginkább azt a gondolatmenetet és azt az én érzéseimet, amikor én készültem a portfólióm elkészítésére, készültem az életutam összefoglalására, készültem arra, hogy ezt prezentáljam és előadjam, hogy ezek milyen lelki folyamatokat indítottak el bennem. Mert bár fiatal korom ellenére 19. tanévemet kezdtem én is ebben a következő napban, azt gondolom, hogy azért időnként valóban szükséges az, hogy megálljunk egy pillanatra, visszatekintsünk, és összegezzük az a pozitív és negatív tapasztalatokat, amelyek a pályám során értek bennünket, és mindenféleképpen próbáljuk valamilyen változás irányába hatni saját magunkra, mert hogy az élet és a gyerekek körülöttünk folyamatosan változik. A minősítési rendszer indulásában egy sarkalatos pont és nap 2013. szeptember 1-e. Ebben az idő pillanatban gyakorlatilag minden pedagógus kollégámat, a gyakornokok kivételével pedagógus 1
és volt egy olyan lehetőség, 2014. április 30-a volt itt a határvonal, amely során egy úgynevezett rendkívüli eljárásban minősítés nélkül lehetett átsorolódni a pedagógus 2 fokozatba, mégpedig 2015. január 1-ével. Ezeknek a kollégáknak legalább 14 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával kellett rendelkeznie. Minden olyan szerencsénk van, hogy most itt a jelenlévők között vannak gyakornokok, vannak pedagógusokban lévők, vannak ideiglenesen pedagógus 2-be soroltak és mesterpedagógusok, tehát a teljes paletta gyakorlatilag megtalálható a mindenkeletünkben is. Ezeknek a kollégáknak 2018. december 31-ig gyakorlatilag ezt a minősítő eljárásban való részvételük valóban kötelezővé válik, és előbb-utóbb vagy önként kell jelentkezniük, vagy pedig mindenféleképpen ki lesznek jelölve arra, hogy ezt megtegyék, mert ha nem, akkor 2019. január 1-ével visszasorolódnak pedagógus 1-re. Tehát mindenféleképpen mindenkinek készülnie kell majd erre, ez egy kötelező minősítő eljárás lesz. Az életpálya fokozatokban három fokozat az, amely mindenki számára kötelező. Az első az a gyakornok, a frissen kikerült pedagógus kollégáink, ugye gyakornok fokozatba kerülnek, hogy minősítő vizsgán vesznek részt 2 év elteltével. Ezt egyszer meg lehet ismételni. A pedagógus egyben 6 és 9 évet lehet, tehát minimum 6 évet kell eltölteni, maximum pedig 9-et, és akkor kell jelentkezni a pedagógus 2-ben. Ez a fokozatnak, a pedagógus 2-nek az elérése mindenki számára kötelező. Itt nincs appelláta. A mester, a 4-es és az 5-ös fokozat, a mesterpedagógus és a kutatótanár, ez már csak lehetőség azoknak, akik további szakmai indítatást éreznek és megméretetést kívánnak tenni, ez már nem kötelező. Jelentkezés. A minősítést megelőző évben kell mindenkinek jelentkeznie. Mindig az ágazatért felelős miniszter február végéig hirdeti meg azokat a keretszámokat, és a következő évre való különös feltételeket, tehát speciális jelentkezési feltételeket, amelyeket figyelembe fog venni a jelentkeztetésnél. Április 30-áig kell jelentkezni a pedagógusnak az intézmény vezetőjénél egy ilyen jelentkezési lapnak a kitöltésével, és nagyon fontos, hogy ezt az jelentkezést az intézmény vezető nem tagadhatja meg, május 10-éig rögzíti a KIRD rendszerben, az elektronikus rendszerben. Az oktatási hivatal május 31-ig ellenőrzi és jóvá hagyja ezeket a jelentkezéseket, és június 20-áig dönt arról, hogy az adott pedagógus kollega bekerült-e a következő évminősítési tervébe. Nem fogja és nem is köteles indokolni, hogy ki miért kerül be és miért nem. Egyszerűen jön egy olyan e-mail a pedagógusnak is és az intézménynek is, hogy melyek azok a kollégák, akik bekerültek a következő tanév, a következő naptári minősítési tervében, és kik azok, akik esetleg nem. És a legfontosabb része ennek az egész műveletnek és momentumnak, hogy amikor eljutottunk odáig, hogy foglalkozunk a gondolattal, hogy szeretnénk magunkat megmérettetni, illetve már meg is kaptuk az oktatási hivataltól a felkérést, hogy akkor tegyük ezt meg, és töltsük fel a portfóliónkat, akkor hogyan fogjuk ehhez hozzá? Hát először is üljünk le, és gondoljuk végig jó, nyugodt másfél-két óra hosszára, és gondoljuk végig azoknak a kötelező dokumentumoknak mentén az egész pályánkat és pályafutásunkat, amely meghatározó, és amely azokat a momentumokat kiemelve, amelyek meghatározóak voltak, lehetett ez egy gyerekkel való konfliktus vagy beszélgetés, lehetett ez egy szakmai konferencia, lehetett ez egy családlátogatás, amely sok esetben új megvilágításba helyezi az egész pályánkat. És igazából ennél a szakmai életünknek az értékelésénél én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan kerültem
inkább szerencsétlen sorsú kisgyerekek, akik a tanítás-tanulás folyamatán és az egész pedagógiai hivatásomat, a hivatástudatomat alapjaiban változtatták. Nagyon-nagyon fontos ezen elgondolkodni, és ezt ebbe a szakmai életünknek az összefoglalásába megtenni, mert fontos az, hogy az a kollega, aki majd a lehető legjobb szándékkal, és higgyétek el, hogy ez pontosan így van, áttanulmányozza a portfóliókat, az megértse, hogy te mit, miért és hogyan csináltál. És ehhez nagyon fontos, hogy azokat a lelki folyamatokat, amelyeket hát leginkább nálunk problémás esetek a kezelése során, vagy amire jutottál, vagy amire az a gyerek jutott, akit a gondjaiba vettél, hogy ezeket a folyamatokat leírjuk, és nagyon pontosan megpróbáljuk összefoglalni, mert így fogják megérteni, hogy miről is van szó. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez a portfólió összeállítása nem egy kéthetes feladat. Tehát el kell, hogy teljen több hónap ahhoz, hogy nyilván egy intézményt bemutatni, meg a szakmai önéletrajzát megírnia, nem olyan nagy bőrgöngőség, de hogy pontosan ennél a szakmai életünk összefoglalásánál minden, amit beszeretnél mutatni saját magadról és a pályádról, az érthető legyen, ez egy hosszabb folyamatnak, és azt mondom, hogy lelki folyamatnak az eredménye. Nem egyszerű, és sokszor írtam én is újra, meg gondoltam át, hogy mit is kellene, hogyan kellene bemutatni azt a munkát, amit mondjuk egy kollégiumi nevelőtanár a kollégiumban végez, vagy egy tanítónő, vagy egy pedagógus, és fókuszálva itt nem csak a tanítás-tanulás folyamatára, hanem minden egyébre, amely a pedagógust pedagógussá teszi ebben az egész rendszerben. Az értékelés során a minősítő bizottság tagjai természetesen áttekintik és értékelik a portfóliót, az önértékelés, intézmény önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, a tanfelügyeletnek a jegyzőkönyvét, a megtekintett óráknak a menetét és a portfólió védést. A portfólió védés ez egy óra hosszás feladat, ebből 15 percet lehet egy PPT-ben bemutatni. És ez is egy sarkalatos 15 perc. Tehát amikor ott állsz egyedül, mondjuk egy minősítő bizottság tagjaival szemben, akik a legjobb emberek valójában, van közöttük minimum egy, de lehet, hogy több nincs, aki nem is tudja, hogy az a szakterület, amivel te foglalkozol, az mit takar. És be kell mutatnod azt, hogy hogyan alakult a pályád, és mit, miért, és hogyan csináltál. Azt gondolom, hogy az én számomra ez egy nagyon-nagyon felemelő pillanata volt az én életemnek, és nagyon sok mindent meg lehet én itt tudni azért egy kollégáról. És hogyha úgy állítod össze, hogy valóban az a 10-12 dia, az bemutassa, végigvigye azt a 15-20 évet, vagy annál is többet, amit a pályán letöltöttél, akkor az egy nagyon jó dolog. Amikor én bemutattam a PPT-met, és kérdéseket tettek fel a portfóliómmal kapcsolatosan, és utána az összegzésnél azt mondták, hogy kedves kolléganő, mi úgy ítéljük meg, hogy ön egy szakmailag rendkívül felkészült, és jó pedagógus, és jó ember. Megmondom őszintén, igazából úgy éreztem, hogy ha nem volnánk, ez a helyen könnyekbe törnék ki. Tehát az a fajta élmény, és effektíve katartikus élmény, amely az előző hónapok összes felkészülését, az összes olyan lelki terhet, amit az emberre rátett, mégiscsak egy megmérettetés, mégiscsak egy külső megítélése az embernek, és azt ilyen, hát mondjuk számomra pozitívan foglalták össze azok az emberek, akikkel az előző egy óra hosszában találkoztam, akkor azt gondolom, hogy megérte, és megérítjétek el. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket
Még hogyha nem volna ilyen minősítési rend, ezeket időnként, nem mondjuk 15-20 évenként azért megtegyük saját magunk megbecsülése jeleként. Én leginkább ezt tartottam ennek az egész minősítési folyamat legnagyobb pozitívumának a saját magam pedagógiai pályája szempontjából. Egyrészt, hogy rákényszerültem arra, hogy a szakmai életutamat akkor ilyen szinten átgondoljam, illetve azt, hogy egy külső minősítő rendszer előtt meg tudjam fogalmazni, át tudjam adni egyáltalán, hogy az én pályám eddig talán nem volt hiába való. És azt gondolom, mindannyiunknak ez a legfontosabb, mert amikor úgy megyünk haza, hogy olyan sok negatív dolog éri a pedagógusokat, hogy a gyerekek rendetlenek, hogy a házi feladat nincs kész, hogy a szülővel a konfliktusok tömkelege adódhat esetenként, de azért biztos, hogy mindig van egy-egy olyan gyerek, aki, hogyha te nem lennél, akkor nem tartana ott, ahol most tart. És ezekbe kell gondolkodni, ezekbe kell kapaszkodni, és ezt kell megfogalmazni, és átadni mindannyiunknak. Ez vigyen előre mindenkit a pályán, én ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Hogy aztán az eljárásnak milyen döntése születik, nyilván megfelelt, vagy pedig újabb minősítés szükséges, leghamarabb 2 év múlva lehet újabb minősítést tenni, de ha ez a második is úgymond nem felelt meg, akkor a jogviszonya nyilván automatikusan következő naptól megszűnik ilyen, de én azt gondolom, hogy a legkevesebb esetben fog sor kerülni, és biztos vagyok benne, hogy az kollega már esetleg valóban ott tartanak, hogy nem is valójában a pályára. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a 2013. szeptember 1-e az egy választott vonal, ugye azt mondja a törvény, hogy aki ettől a naptól számítva 10 éven belül nyugdíjba kíván menni, vagy eljön ez a nyugdíjba vonulásának ideje, annak már nem kötelező pedagógus minősítésben részt venni. Ez igaz. De a tanfelügyeletben bármikor, bármelyik kollégánkkal, nyugdíj előtt 3 nappal is akár, kijöhetnek ellenőrizni, mivel hogy az intézmény értékeléséhez a pedagógusok 60%-ának tanfelügyeleti ellenőrzése szükséges. Tehát ezeknek a kedves kollégáknak sem kell hátradőlnie, hanem ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanolyan aktivitással kell dolgozniuk azon, hogy minden lehetőséget megragadjanak arra, hogy hogyan tudnának az utolsó pillanatig fejlődni a tanítás-tanulás folyamatában. Tehát mindenféleképpen ezt nem lehet megúszni, kedves kollégáim, mindenféleképpen menni kell előre. Hogy miért javaslom azt, hogy a lehetőségekhez képest célozzunk meg egy időpontot, és minél előbb, akik a különös feltételeknek megfelelnek majd februárban, amikor a miniszterről ezt meghozza, lépjék meg ezeket a dolgokat. Az egyrészt nyilván anyagi okai is vannak, mert azért egy pedagógus 1 és pedagógus 2 között olyan bruttó 35 000 forint különbség van havonta, az sem elhanyagolható, meg előbb-utóbb úgyis át kell rajta esni. És higgyétek el, jobb előbb, mint utóbb. És én azt gondolom, hogy ha lehetőségünk van arra, hogy egy olyan időpillanatot kiválasztunk az életünkben, amelyben egy néhány hónapot azért ennek a koncentrált összefűzésével tudunk foglalkozni, az mindenféleképpen megéri, és mindenféleképpen jobban föl tudunk arra készülni, mint hogyha már nagyon sürget az idő, és mindenféleképpen meg kell tenni ezt a minősítő eljárást. Én azt kívánom mindenkinek, hogy sikeres minősítő eljárásokban vegyen majd részt, azt kívánom, hogy legyen bátor és jelentkezzen nyugodtan, és amit itt az egész tankerületnek szeretnék segítségként nyújtani, az pedig az, hogy a mi szakértő kollégáink készséggel állnak a rendelkezésetekre, akár úgy is, hogy egy-egy intézményben, hogyha igény van rá, akkor elmegyünk, tantestületi értekezetet tartunk a témával kapcsolatosan, akár úgy is, hogyha valaki már elkezdte a portfóliójának, a dokumentumainak az összeszedését, hogy azokat áttanulmányoz,
esetekre, hogy így mondjam, mert azt gondolom, hogy a mi szempontunkból sem mindegy, hogy majd abban a minősítési eljárásban hányan, hogyan és milyen érzésekkel fogtok részt venni. Ezekről a minősítésekről igazából ennyit szerettem volna mondani, és én is csak azt kívánom, amit itt az előttem szólók is, hogy erőben, egészségben folytassuk a következő tanévet, mert holnap ugye már a 2015-ös 16-os tanévre csengetnek be, és mindenkinek remélem, hogy sikerült a nyáron egy kicsit feltöltődnie, kipihennie magát, és remélem, hogy tényleg újult erővel, az új szakmai kihívásoknak megfelelve fogjuk tudni elkezdeni és folytatni a munkánkat. Ehhez jó egészséget kívánok mindenkinek, és az nap további részére pedig további szép napot, és most itt egy pici technikai szünet, megnézzük, hogy Anna Mária megérkezette már, és terve. Köszönöm szépen! Adásunkat szeptember 4-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételeink jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!